Köszöntelek benneteket, hát megérkezett az igazi havas, fagyos hideg. Mínusz 3, mínusz 4 fok van napközben, és erős északi szél, úgyhogy ilyen mínusz 10 fok a hőérzet. Úgyhogy nagyon beöltözve lehet csak kint lenni. A kertben teendő nincsen, illetve hát annyi, hogy az etetőket folyamatosan töltöm, madáretetőket. Teszek ki nekik napi kétszer felforralt vizet, hogyha befagynak, akkor tudjanak inni. És hogyha nagyobb hó lenne, akkor azért az örökzöldekről leráznám a havat. Most ez a 3-4-5 centi azért ez nem olyan nagy, hogy gondot okozzon nekik. Ha ennél nagyobb esne, akkor azt mindenképpen leráznám róla. És ami még fontos, hogyha megtehetitek, akkor a füvet ilyenkor nem szabad használni. Szóval a fűszálak is megfagynak, ráesik a hó, ahogy ráléptek, hogy a gyerekek játszanak rajta, akkor letaposódik a fű. Ha hosszan megmarad ez a letaposodott, összefagyó hóréteg, jégréteg, ott alatt a levegőtlenül elkezd befülledni és begombásodni a fű, és ha elolvad a hó, utána azt tapasztaljátok, hogy teljesen kipusztulott a fű. Persze, ahol játszani szeretnének a gyerekek, én sem mondanám, hogy ne menjenek rá, de ahol nincs, vagy már kellően nagyok, vagy lehet esetleg máshol játszani, és szeretnétek szép egészséges füvet, akkor amikor havas, vagy különösen amikor fagyott, érdemes elkerülni a gyep és a fűnek a használatát. Most pedig teszek egy kis kört, ebben a szép hóesésben, a Pilistettőre megyek föl, olyan 753 méter magas, mi a 400 méteren vagyunk, úgyhogy jó kis túra lesz, különösebb a kicsit ilyen hófúvásos időben, és nagyon furcsa, mert ugye a városból jöttem, haza volt egy kis dolgom bent, ott szinte őszias az idő, nyoma sincs hónak, és a csobánkat elhagyom, onnan megjelenik hó, és itt fölfele már egyre téliesebb a viszont, sőt, bent még sütött a nap, itt meg már havazik megint, hát nem erősen, de azért folyamatosan húl szépen a hó, úgyhogy igazi karácsonyi hangulat van. Most, mivel a kertben nincs teendő, de mozogni szeretek, ezért megyek föl a Pilistettőre. Most elmentek a felhők, hogy kicsit magasabban vannak, és ugye ez itt a Pilistető. Oda megyek föl, és itt a rétnél érdekes jelenség, ugye nagy szél hatására a hó ilyen nagy kupacokba hordta össze a havat. Hát ilyen sekély hófúvás, nem is tudom mi a pontos neve. Ilyen érdekes alapzatokat hoz létre a hóból. Itt a nyílt mezőről megindul a szél, hordja a havat, és itt ahol tudja lerakja ilyen kupacokba. Fölfelé haladva tovább. Érdekes, hogy pillanatra kisütött a nap, de közben esegett a hó is. Persze nem nagyon erősen, de nagyon szép, ahogy így a nap megsüti a hópihéket, és csillog a hófelszín. És hát azért jó hétköznap feljönni, mert egy darab ember nincs, csak a természet. Itt egyre jobban havazik. A Pilistettős dobogók felől látszik, hogy kezd eltűnni a hegy. Most átment ilyen, most átment a havazás ilyen apró, ilyen gyémánt porhullásba. Itt a napban látszik, hogy tényleg csak ilyen kis jégkristályok esnek. De gyönyörűen csillog a hófelszín. Most délután 2 van. De egy pillanatig sem olvad, úgyhogy jó, bekezdett a tér, reméljük karácsonyig marad, és ott is esik, ahol most nem esett eddig. Lassan közelítek fel a Pilistetőre, itt egyre nagyobb a szél, ha lehet még nagyobb, mint lent. Úgyhogy ott a falu onnan indult, ahonnan mutattam fölfelé a hegyre. És vannak ilyen gyönyörű kilátó pontok, az itt pont Piliszántó. Haladtam ott a távolban Vörösvár, és mögött a Solymár. Látszik, hogy arra egyre kevesebb a hó, itt még Szántón van, de aztán ott egyre kisebb, de gyönyörű a kilátás. Gyakran jövök ide föl egyébként. Ilyen 2,5 kilométer tőlünk, ugye nincs messze. Minden évszakban gyönyörű. És most folytatom itt föl a Pilistetőre a sétát. Itt a nagy széltől biztos, hogy nem nagyon hallatszik, amit mondok.
Itt is nagyon jó kis hónyelvek épültek. Nagyon látványos. Míg az útról szinte az összes hó eltűnt, és ilyen vastag föld hónyelveket épít a szél. Felérve majdnem a csúcsra, a Piristetőre, tényleg egyre nagyobb a hó, olyan jó 10 centi. Már egy kis zúzmara is van a fákon, és egyre nehezebb menni, jutatom a bakancs, a cipő, hát tényleg olyan jó 10 centi a hó. És egyre sötétebb is van, hiszen belejöttem itt a felhőbe. Itt egy picit szélárnyékban is vagyok, de amint kiérek oda a rétre, biztos, hogy tombolni fog a szél. Látom is, hogy hordja nagyon a havat. Na itt aztán már fúj a szél. Hóesés mellett egyre nagyobb az úzmara is. Még szebb a táj. Ilyenkor látszanak nagyon jól a fáknak a kontúrjai, a struktúrája, az ágrendszere. Ezért is hiányozna a tél, hogyha nem lenne. A nyáron a lombok, a sok levél eltakarja ezt a gyönyörűséget. Egy hóval az úzmaráson még jobban kiemelődik. Itt a kilátónál talán még nagyobb a hó, olyan lábnyomai, mi csak idefelé. Hát inkább olyan 15 centi fölött. Van, de nehéz megállapítani, mert eléggé fújja a szél, de talán itt a szélcsendes részen nem fújt annyira össze, és akkor itt van a boldogos zsép kilátó. Hát most ide nem megyek föl, mert semmit nem lehet látni, de tiszta ide egy gyönyörű kilátást nyílik a mi falunkra is. És az erős szél nagyon szép munkát végez, szép formákat hoz létre a kövek körül. Összehordja a havat, vagy itt a fűnél, az útról pedig teljesen elfújja. És itt pedig a vastag zúzmarával megrakodott ágak. Gyerek gyönyörűek. És 753 méteren vagyok itt a csúcson, itt a boldogos épp kilátom, hát itt semmi nem látszik most belőle. És itt aztán tényleg nagyon hideg van, fúj a szél, esik a hó. Úgyhogy picit itt körbe kerülök és megyek is lefelé, mert útközben, úgy menet közben azért nem lehet ennyire fázni, de megállni és pár percre is várakozni, ahhoz nagyon hideg van, és megyek is vissza.